Első alkalommal tudtak erős bizonyítékokkal szolgálni egy exobolygó atmoszférájáról, amikor ragyogó vízmolekulákat észleltek a bolygó körül. A megfigyelt objektum a WASP-121b, amely egy forró Jupiter típusú gázbolygó 850 fényévnyire a Földtől, csillagát 1,3 nap alatt kerüli meg, tömege 1,2, átmérője pedig 1,9-szeres a Jupiternek. A WASP-121b körüli atmoszféra arra utal, hogy a csillag fényének tetemes részét elnyeli valami. A bolygónak nincs ózórétege, de komplex molekulákban gazdag, és a bolygó körüli atmoszféra arra utal, hogy a csillag fényének nagy részét elnyeli valami. A Hubble űrteleszkópjával végzett megfigyelések magnéziumot és vasat fedeztek fel az exobolygóról áramló gázokban. Ezzel első alkalommal sikerült megfigyelni, ahogy fémeket tartalmazó gáz szökik el egy forró és hatalmas gázból álló exobolygóról, amely csillagához nagyon közel kering. A forró Jupiterekhez hasonló méretű bolygók belseje általában még elég hideg ahhoz, hogy a magnéziumhoz és a vashoz hasonló nehezebb elemek felhővé kondenzálódjanak, de ezen a bolygón más a helyzet, mert veszélyesen közel kering a csillagához. Olyannyira, hogy a felső légköre 2500 Celsius fokra melegedett, ami 10-szer forró, mint bármelyik más ismert bolygó légkör. A bolygó csillaga fényesebb és forróbb a napunknál, ultraébolya sugárzása felmelegíti a felső légkört és segíti a gáz szökését. A kutatók a Hubble képalkotó spektrográfiával ultraébolya tartományban keresték a magnézium és vas jelenlétére utaló jellemzőket a WASP-121b jelzésű bolygó légkörén áthaladó csillagfény spektrumában, amikor a bolygó elhaladt a csillaga előtt. A bolygók kialakulásukkor abból a koromból gyűjtenek maguk köré légkört, amelyből ők maguk és a csillagok is kialakultak, a kezdeti légkör könnyű gázokból áll, főként hidrogénből és héliumból, amelyek a világegyetem leggyakoribb elemei, és ez a légkör akkor tűnik el, amikor a bolygó a csillag felé vándorol. A WASP-121b a már működő James Webb űrtávcső számára is megfelelő célpont lesz, amely infravörös tartományban fogja víz és széndioxid nyomait keresni, amelyek a hosszabb, vagyis vörösebb hullámhosszokon észlelhetők. A Hubble és a Webb észlelései segítségével a csillagászok pontosabb képet kaphatnak a bolygó légkörének összetételéről, valamint többet tudhatunk meg arról, hogyan veszítik el a bolygók a kezdeti légkörüket. A következő videóban találkozunk, sziasztok!